Sziasztok, üdvözlet mindenkinek ezen a havas reggelen. Itt vagyunk Lepsényben, és most is egy vonalbejárás lesz, mégpedig a Dombóvár-Lepsény egykori 49-es vasútvonalat fogom enyéngig, esetleg Kapókapusztáig bejárni, attól függ, hogy meddig sikerül eljutni. És remélhetőleg, mert most nagyon még nem esik a hó, tehát látjátok a vágányokat azért nem temette be teljesen, tehát szerintem itt még lehet vonalat bejárni, hát hogyha jobban rákezd, akkor sajnos halasztani kell, mert ugye, hogyha eltakarja a hó, akkor nincs értelme bejárni, mert nem látod. A 49-es vonal kiágazása az majd azon a végponton lesz, tehát addig el kell sétálni. Na, nézzétek, egy kis emlék a múltból, egy vízdalu. Ugye hát, na, most azért elmondom, mert már rég nem mondtam el videóban, hogy a gőzösöket ezzel töltötték föl vízzel. Ez ennyi funkciója volt. Hát erre pedig egy régi szolgálati lakás. Ilyen mávos épület az is, az biztos. És hát itt vagyunk a Lepsény határában. Ez 30-as vonal még mindig. Errefele megy tovább a Balaton felé, és ott ágazik ki az egykori 49-es. Ugye enyingig a pálya még megvan, majd később mesélek a történetére a nyílt vonalon. És itt van mellette egy lakodó, mint ez már a fentülőponton is látszik, hogy ez már régebben is megvolt, és lehet ez megtévesztő, de nem az volt a 49-es, hanem az ott. És egyébként egyéngig még megvan a pálya, mert ezt használták a legtovább, de majd mesélek a vonal történetéről, mert ez szisztematikus állom volt a szerintem minden kormány rendszerváltás után, sőt még előtte is. És itt vagyunk már a 42-es vonalon. Ugye a Lepsénytől így ágazik ki, és 308-as a szelvénykő, ez azért van, mert a vonal az Hajmáskérről indult, és onnan van szelvényezve, tehát ez egyben épült ki. Tehát igazából Veszprém Lepsény Dombóvár volt az útiránya, és 1895-ben nyitották meg a vonalat, és az 1980-as években kezdték nagyon elhanyagolni. Na, tehát itt látjátok a bejárati jelzőt Lepsének, és ez még működik. Ez a vonal elvileg ez még aktív állapotban van. 1990 áprilisában közlekedett le az utolsó vonal, azt hiszem április 1-én vagy 2-án, amelyik a teljes vonalon végigment. Akkor ez még Dombóvártól Lepsényt jelentette. És utána zárták be először a Dombóvárt a másik szakaszt, amiben nagyon ledomlott állapotban volt. Erről van videófelvétel a YouTube-on, rákerestek meg, de majd beteszem a leírásba is, hát nagyon érdekes. Hogy a vezetőfülkéből a BZ-nek filmezték végig Tamásiig a vonalat, és hát több mint 2 órás volt a videó. Tehát ott már tényleg ilyen V-max 20-szal meg 10-zel lehetett közlekedni. És akkor az úgymond felújítás megelőzően zárták be a vonalat, de nyilván felújítás nem történt meg. És nem sokkal később, 2 vagy 3 évvel később bezárták a Tamásitól a Mezőhíd végig terjedő szakaszt is. A szakaszon Fürget település helyzete volt érdekes, mert közúton nem volt elérhető, legalábbis közvetlenül nem, ezért Tamásiból külön pótójárat járt Fürgetre, 1999-ig. Innen Lepsénytől Mezőhídvégig járt a vonat, Mezőhídvégtől vonatpótló autóbuszokkal lehetett utazni. 1990-ben történt egy esemény, egy nagy esőzés utáni fölcsúszamlás Mezőhídvég előtt járhatatlanná tette a pályát, mintegy 20 méteren. Tamási és Mezőhídvég között 1992-ben állt le a személyforgalom, a teherforgalom pedig egy évvel később. Az 1999-es fölcsúszamlás a vonal szempontjából nagyon rossz időpontban történt, mert az első vonat Mezőhídvég felől még átért Lepsénybe a fölcsúszamlás előtt, viszont a következő már nem tudott, így az elzárt pályán nem volt szerelvény, ami miatt járhatóvá kellett tenni a pályát. Tehát, hogyha egy kicsit korábban történik, akkor járhatóvá kellett volna tenni, hogy a bentveket BZ-t kiszabadítsák. És akkori történet volt, hogy a MÁV az nem foglalkozott vele, viszont az önkormányzatok összefogva vállalták volna azt, hogy saját pénzből úgymond elvégzik a pálya letakarítását, viszont ezt meg a MÁV nem járult hozzá. Tehát azt mondták, hogy a pálya az övék, és csak ők nyúlhatnak hozzá, így ez is abban maradt. Viszont, és ez ugye elvileg legendaként él, mert nem volt róla ilyen írásos feljegyzése, nyilván nem is lehetett, viszont én több embertől is biztos forrásból tudom állítani, és az egyikük ott is volt.
ebben a brigádban. Tehát ezt személyesen tőle lehallottam, de nyilván a nevét nem fogom megmondani, mert partizán akció keretében szervezték ezt, hogy ők letakarítják kézzel a pályát. El is kezdték, viszont ugye nem, tehát ezt kézi erővel nem lehetett azt már megoldani, mert olyan súlyos volt a helyzet, így ez is abban maradt. Hát ugye nyilván nem volt pénzük, meg sajáttal, hogy olyan munkagépeket béreljenek és azzal essenek neki. Szóval a fölcsúszamlás után így vonatpótló buszok tovább jártak, bár az eleinte még körülbelül egy hétig Puszta Szent Mihály fa megállóhelyig eljárt a vonat. Ez körülbelül egy hétig tartott az eset után, viszont utána nem, már Enyingtől ment a vonatpótló busz, még egy darabig Enyingig kiállt a vonat, de még abban az évben végig az lett, hogy akkor már Lepsénytől Dombóvárig végig ment a vonatpótló busz. És gyakorlatilag a személyforgalomnak itt lett vége. 2007-ben az első ködös vonalbezárás annyiban érintette ezt a vonalat, hogy a vonatpótlóbuszok, amikor legalábbis a MÁV által üzemeltetettek, megszűntek, és helyettük rendes volánbuszokkal oldották meg a forgalmat. Hát nyilván akkor már nem úgy, hogy végigment és vasúti tarifával, hanem rendes volánbuszos tarifával, és nem is feltétlenül azonos útvonalon, meg nem is egy közvetlen járatként, hanem ahogy a volánbusz ezt meg tudta oldani. Igen, a MÁV által megrendelt vonatpótlások azok úgy működnek, hogy lehetőleg minden megállót a vasútvonalon, hogyha ez lehetséges, akkor érintsenek, és minél jobban kövessék a vasútnyomvonalát. És nyilvánvalóan a teljes vonalon végig fog menni, tehát Lepsénytől Dombóvárig jártak a vonatpótlóbuszok. Volánbusz pedig a saját buszvonalait úgy üzemelteti, hogy neki a legkényelmesebb, és nem feltétlenül a vasútvonalat követi. Tehát, hogyha a volánbusz úgy ítéli meg, hogy Lepsénytől Dombóvárig nem éri meg közvetlen járatot üzemeltetni, akkor nem fog üzemeltetni, hanem csak több átszállással lehet eljutni. Ja, vagy akár úgy oldja meg, hogy betérő járatokkal, nagy kerülővel, úgynevezett karácsonyfa járatokkal üzemeltetve. A teherforgalom viszont az Enyik melletti IKR műtrágyagyár miatt még egy darabig megmaradt. Nyilván látjátok, így hiába esik a hó, azért még a vonalat be lehet járni, mert a felépítmény látszik, tehát itt azért betonaljasak és 42-es, meg 48-as sinek vannak. Ez azért is érdekes, mert ezt a szakaszt korábban felújították, mégpedig azért, mert Enyingen volt az IKR, egy műtrágyagyártóüzem, még sokáig igényelte a teherszállítást, viszont így ez csak a látszott még egy ilyen, akinek itt van még felújítva, viszont a pályaállapot itt is olyanok voltak már, hogy az utolsó években, és aztán 2012-ben, ha jól viszont, akkor szűnt meg végleg a kiszolgálás. Addig azért heti 1-2 tehervonat mindig ment a műtrágyagyárba, mert a pályaállapot az 5 km per órával lehetett járni, annyira rossz állapotban volt egy-két helyen, és a vonalgondozó minden vonat előtt végigment. Rendszeresen lopták a sineket és a kapcsolószereket, és ezért is kellett minden egyes tehervonat előtt végigmenni, és ellenőrizni a pályaállapotot. A másik indok meg az volt a teherszállítás leállítására, hogy nagyon régi a felépítmény, és olyan kapcsolószereket használnak, ami már máshol nem felelhető, és nem lehet pótolni. A műtrágyagyár megrendelte volna továbbra is a teherszállítást az 5 km per órás sebességkorlátozás ellenére is ezen a 8 km-es szakaszon, viszont a MÁV-a rossz pálya állapotokra hivatkozva elutasította, és az IKR-nek kellett volna saját költségen felújítani a pályát, és ezt érthető okokból a gyár nem tudta vállalni. A vonal maradéka végül is itt veszett el véglegesen, az iparvágány kiágazásig a mai napig megtalálható a kocsinek, viszont a mezőhíd végig innen 2007-ben hivatalosan is elbontották a pálya maradékát, hát ami nyilván a lopások után még megmaradt belőle. Enyingtől már csak pár kilométer kapókapuszta, addig megpróbálok eljutni. A busz innen vissza Lepsénybe 14:40 környékén indul. Szóval látjátok, jelenleg eddig járható a pálya. Itt van a járhatatlan pálya, kezdete jelzés. Csak a vörös négyzetet nem laktak jól a mér, és innen nézzétek meg, hogy ég és föld. Innen már azért látszik, hogy gazdasodik a pálya eddig. Gondolom kihúzó vágányként még gondoltak rá esetleg. Amikor a felújítás volt a 30-ason, lehet, hogy akkor használták még erre. Anyagtárolónak a soró szerelvényeket húztak ki ide, de csak nézzétek meg a kontrasztot, hogy itt azért rendben van téve, beton és a többi, és itt viszont jön majd a gaz. Hát látjátok innen, meg megyünk tovább itt az elkoszosodott vágányon.
Mondjuk itt jobban be is temette a hó. De úgy látjátok, innen már talpás a pálya. Na hát látjátok, azért szépen néz ki itt is a pálya. Ez a rész az, ahol kb. 89 éve itt már nem jár vonat. És itt van Lepsény állomás előjelzője. Kicsit már eltűnik a gazban. És itt egy hosszú egyenes szakasz, de hatalmas nagy gaz. És egyébként a pálya talpás, és eléggé el van már gazosodva. Meg azért itt is itt már látszanak, hogy vannak sincsavar, meg kapcsoló szerlapások. De mi látszik, hogy sokáig még hosszú egyenesen van, megy. 5-6 kilométerre van egyik. 324-es szelvény. És látjátok, azóta is nyíl egyenes a pálya, hát táj viszont gyönyörű így hóesésbe. Vagyis hát ugye a hó már elállt, már nem esik. Mostanában viszont. És most éppen plusz egy fok van, úgyhogy már olvadni is fog. Hát itt errefele meg ugye látjátok, hogy mi van. Bár ennél sokkal rosszabb pályán is mentem már, ami jobban be volt gazosodva. Tehát hogyha ennyiig ennél nem lesz rosszabb, akkor igazából elégedett is vagyok. Hát ugye ezt nézzétek csak, hogy semmi, egy a kettőből. Tehát itt azért vannak ám hiányok a rögzítésben, nem is egy helyen. Meg van egy-két nagyon korhadt talfa is. Tehát épp ezért volt az, hogy amikor még itt teherforgalom is volt, és 5 km per órával jöhetett a tehervonat végig, és meg kellett nézni a vonalgondozónak minden vonat közlekedés előtt végig kellett járnia, és ellenőrizni a pályát, hogy jöhet-e. És egyébként 2009 vagy 10 környékén ide szerveztek volna egy BC-s külön vonatot is, amivel ugye Enyingig lehetett volna jönni Lepsényből, viszont a BZ-re is csak 5 km per órás menetvonalat adtak, mert ugye hivatalosan a sebességkorlátozás itt teljes szakaszon 5 km per óra, a BZ-re sem mehetett volna gyorsabban, és végülis ezért nem lett megrendelve, ugye így már nem volt rá érdeklődés, mert az a széllegyalogos tempó. Tehát, hogyha egy kicsit jobban kilép egy gyalogol az ember, akkor gyorsabban megy, mint 5 km per óra. Tehát így már emiatt van meg, és első útátjáróhoz megérkeztünk. Pedig van egy felcímkézett fa. 3A/5. És látjuk, ez már simán a vágánytengelyben nőtt ki. Szóval ezt már lehet, hogy valaki tulajdonában van úgymond, úgyhogy akkor ezt ki fogják vágni, vagy nem tudom miért címkézték föl. És bizony itt van egy átjáró, ahol szerintem valószínűleg itt is a közút nyert, mert vastagon ráholthatták itt a traktorok, meg egyéb munkagépek a sarat. Ja, ott a háttérben pedig van egy 400 kV-os illanyvezeték. Hát igen, megvannak a sinek, de a sár alatt. Viszont most, hogy még éppen olyan 0 fok, meg a plusz 1 fok körül van, még azért a fagyos sáron jó lesz menni. Na, hát látjátok, sok minden nem változott, nyíl egyenesen megy a vonal továbbra is, viszont ez a szakasz azért nagyon ott van a szeren, hogy több méteren keresztül semmilyen leerősítés nincsen. Azért a túloldalt itt fogja egy sincsavar, egy, de azért itt látszik a dolog. Viszont látszik az is, hogy itt ez 48-as sín így. Na, így tudok mutatni, hogy ez itt 48-as sín. De itt van legalább 5 méter, ahol semmi nem tartja. Mutassam a külső oldalt is, hogy ám itt van a legelső sincsavar, ami fogja. Utána is sokáig semmi. És egyébként erre tovább. Ez így gyakorlatilag Enyingig majdnem végig ilyen egyenesen megy. És elérkeztünk ide az ívhez. Bizony itt egy ilyen enyhébb ívvel fordul rá Enyingre. Én majd mondom, vágok be ide majd fentől pontos képeket, mert még 1989-ből is, meg még 1998-ból is találtam. És vannak színesek is. Tehát volt, amikor a fentől.hu-n is még színes fényképezővel fotóztak a levegőből. És nem csak a 1909 utániban találtam ilyet, hanem még sokszor picit végebben is. Azok már nagyon ilyen kuriózum képek, már legtöbb fekete-fehér. Na, szóval akkor itt van az egy nagy év, és utána még egy ingelőt lesz egy szintén egy ilyen kisebb ív a pályában, addig viszont egyenes. És itt, na hát itt sokáig még egy jó, már másfél-két kilométerre biztos, hogy az egyenes szakasz lesz.
Enying előtt még lesz egy év, az már rávezet az állomásra, és utána majd az állomás, utána a műtrágyagyárnál lesz még egy év kapókapuszta fele. Na, továbbra is nyílegyenesen, és 400 kV-os villanyvezeték itt mellettem. Ez izegi szép, nem tudom mennyire hallatszik majd a videóba, de jól ki van terhelve, mert az izegám rendesen. Ja. Másznak benne az amperek. Nem tudom, hogy merre fele megy, de elég szépen nyomatja. Közben megnéztem itt a posztnál, ki van írva, hogy Paks Litér 400 kV. Na, de kíváncsi vagyok, hogy hallatszik az ümmögés. Itt pont a tartósozdony felett vagyok, de nem semmi. Nagyon nyomja. Egyébként, hogyha jól emlékszem, akkor ezt írják a fenyőtípusú póznának, de majd ampervadász, hogyha nézi ezt a videót, akkor majd helyesbít, ami ott amaré, van azok pedig a mátra típusú 400 kV-os osztopok, de ebben még nem vagyok biztos, meg hogy a neve is honnan jött, azt se tudom. De ez a, jó, még a fenyő az érthető az alakja miatt. És egyébként mivel itt a nyomvonal irányt változtat, ezért van itt ez a fajta pózna. Meg hogy itt ugye azért, mert itt törés van a nyomvonalban, a függőszigetelők is ugye vízszintesek, nem pedig lefelé lógnak. És látjátok ismét egy, hát egy úgymond erdei szakasz, bár ez eléggé kicsi erdő, de nyíl egyenesen jövünk már több kilométer óta. És errefele tovább, és mondom, Enying előtt lesz még egy ív, de a háttérben már látszanak Enying házai, sőt már az IKR gyár is. Az előbb még látszott, ott van egyébként szembe. A háttérben már látszik az IKR-nek az épülete is, ameddig még megvannak a sinek. Ezt nézzétek, itt van egy betonaljas szakasz, viszont az első pálya hiba, hogy itt bizony semmi nem tartja a sínszalat, amiből hiányzik is egy darab. Itt valamiért annó még volt felújítás, és betonaljasra átépítették. Viszont nincsenek, sínszál nincs leerősítve, ott még mozog is, és hiányzik belőle egy darab. Hát mondhatni, most már fizikailag is járhatatlan a pálya. Látjátok, itt van a rész, és itt még mindig betonaljas egy darabig. Itt valamiért itt van egy betonaljas szakasz. Egyébként ez már Enyingnek a határa, és Enyingen majd nem nagyon fogok videózni szerintem, legalábbis a vasútállomásig. Nem tudom, hogy, hogy ott milyen környéken megy a vasútvonal keresztül. Na, ezt nézzétek. Onnan jöttem, eddig volt a pálya egyenes. És itt jön egy ív, amikor már Enying fele fordul, és a vasútállomás fele, mert most már Enying határában vagyunk. Ott látszik is a távolba egy épület, azt szerintem az egy templomtorony. És akkor innen még néhány kilométer, és Enying vasútállomás. Onnan pedig az IKR gyár sincs messze, ameddig a sinek meg is vannak. Na. Itt vagyunk Enying határában, itt van egy ív, és még egy útátjáró, innen már bevegyünk a településre. 361-es szelvény, és ott az ív után fordul rá a településre és a vasútállomásra egyenesen. Itt van még egy földutas átjáró, és ez lesz az utolsó a település előtt. Itt valamiért itt kiásták ezt a részt a két alfa között. Itt van az ágyazatból a kavics. De hogy ezt miért csinálták, azt nem tudom, viszont itt betonaljas a pálya még mindig. Ugye, a város határában lévő szeméttelepnél vagyunk. Ugye látjátok, hogy szemét hátán, és itt van még egy átelesz, azt majd megnézem. Az átelesz. És az bizony már a településnek a házai. Látjátok, ismét a város vagy falu határában. És most pont nem látszik, de itt van valahol már az IKR is.
ott már a templomtól annyi az látszik. És hát erről jöttünk. És itt van, ez már egy ingállomásnak az előjelzője, és mint látjátok érvénytelenítve is van. Haladunk tovább, ott van egy utatjáró, és szemben már az állomást is lehet látni. Innen már az sincs messze. Aha, és erről jöttünk, látjátok. És ezt nézzétek, innen jöttünk. És ott a háttérben már látszik a főjelző. Aha, és itt van a főjelző. Túloldal pedig már kiállati jelző. Hát látjátok, erről jöttünk. Na, kiállati jelző, Lepsény fele. Ezt nézzétek, na itt volt egy András kereszt. De már csak az oszlopa van meg. És az utána kell után, valahol arra lesz az állomás. És nézzétek, itt mit vagyunk az állomáson. És ez melléképület, és nézzétek, még a raktár, meg az idota felirat is megvan rajta. És itt van a váltó, itt már több vágány is van, de hogy melyik volt olyan a felvételi épület, mert azt nem találom sehol, ez lehet, hogy az volt az, ami ott volt. Vagy az még a marév van. Ja, ez még itt csak a rakodó. És ezt nézzétek, igen, itt volt az élő állatrakodó. És akkor ott van még az oldalrakodó, és ott van az állomás. Elvész a nagy gazba. És ez bizony már enyém vasútállomása. És itt van a felvételi épület, látjátok. Az emeleten biztos, hogy itt is szolgálati lakás volt, de láthatóan nem lakott már. És nézzétek csak, hát ott az ablak is be van tőle, az utcafrontot mindjárt megnézem. Még húzba, és az ott már az IKL. Az a torony az már az IKL-hez tartozik. És addig a sinek megvannak, mert a utolsó kiszolgálás addig történt. És látjátok, ez a legújabb hirdetmény, ami már 15 vagy 14 éves, és még mindig kim van. És itt van az, hogy már nem a MÁV végzi a vonatpótló buszokkal közlekedés, hanem a volán. És ugye az nincs kitölt, hogy melyik autóbusz megálló. És itt van maga a vasútállomás. Ez az úgymond utcafronti rész. És látjátok, itt van egy forduló is előtte, tehát nem volt ez rossz helyen, amikor mi működt a személyszállítás. Hát ugye látjátok, hogy ott már a lakóházak vannak. És itt nem arról van szó, hogy a falu szélén volt a vasútállomás, és azért nem használta senki, mert messze volt a központtól. Itt ennyire ez biztos nem volt igaz. És itt a vasútállomásnak a vége. Hát látjátok, hogy itt azért már rendesen benőtte a gaz. Ott pedig van egy pár busz, tehát azt szerintem itt van a volántelep. Egy átvesz, és az utolsó váltó, és a kiállati jelző. Meg az útátjáró, amit már régóta nem használtak. Ezt nézzétek. Itt van egy földkúp, tehát ez valószínűleg csak kihúzóvágány lehetett, és itt ment tovább a nyílt vonal. És itt lehetett valahol majd a kiágazás az IKL üzembe. De látjátok, hogy még megvannak a sinek, és pont ezért. Vagy lehet, hogy itt ez volt, hogy volt itt egy hátsó bejárás az iparvágányhoz. Még én nem tudtam róla, meg nem hallottam sehol, hogy miután megszűnt a kiszolgálás az IKL üzembe, a vágányokat is felszedték volna. És ezt nézzétek, itt van Enyingnek a bejárati jelzője. Ez pedig az IKL, tehát itt a torony. Ez már maga az üzem, csak tudom, hogy hova, mert szerint volt ott egy hátsó iparvágány kapus, de azt a vágányt már felszedték, de hát valószínűleg nem az volt a kihasználatban. Thank you.
és hát akkor itt menne tovább a nyílt vonal, viszont itt hatalmas a gaz, tehát ezen nem nagyon lehet áthatolni, viszont van mellette út, úgyhogy ott fogok menni. Egyébként kiértem ide a falu határába. Jó, pont ezen a környéken volt egy ilyen úgymond veszélyes szakasz, de sikerült átjutni rajta különösebb gond nélkül, úgyhogy van egy napelem park. Érdekes módon. Viszont itt legalább mellette el lehet menni. Ezt nézzétek, mekkora ezért dzsumbujon kellett keresztül jönni. Innen már picivel jobb a helyzet, és ugye nem nagyon lehet is emelre se kerülni. Viszont Kabolka pusztáig nincsenek meg a sinek, mert onnan láttam már 2011-es Street View képek vannak, hogy ott már föl van szedve, viszont a megállóhelynek az egykori őrháza megvan még. Legalábbis tavaly még megvolt, és a műhold képen is látom, hogy ott van. Úgyhogy ha minden igaz, akkor ott, és ott van mellette a busz megálló, tehát addig kéne vagy eljutni. De még van rá körülbelül másfél órán. És hát ugye akkor haladok tovább. Körülbelül 2 kilométer van még vissza. És lesz egy útátjáró még, az biztos. És még utána is menni kell. Viszont az nagy kérdés, hogy a sinek meddig vannak meg. És ezt nézzétek, itt is van egy jelző. BF. Tehát ha F, akkor lehet, hogy fedező jelző, de ezt nem tudom pontosan, úgyhogy inkább nem is mondok semmit. Majd utólag utána nézek és megpróbálok valamit, vagy pedig majd kommentbe leírjátok. De vörös-fehér csíkozású jelző és BF felirata van. De megyek tovább, mert itt lesz majd egy útátjáró. És aztán a következő az már Kabolka puszta. És igen, itt van még egy váltó, tehát valószínűleg a jelző ezt a váltót fedezte. Aha. Tehát akkor valószínűleg ez a műtrágya üzem, és nem az, aminek, vagy amit eddig gondoltam. Az valami másik üzem lehetett, aminek az iparvágányát már korábban elbontották, és ez volt az üzem, és azért vannak még meg eddig a sinek, mert ez volt a műtrágya üzem. Hát igen, akkor ezt így benéztem, de nagyon. Ugye eddig volt kiszolgálás. Ugye az utolsó szakasza a vonalnak az ezáltal lett életben tartva, ott van egy védőcsonka is, földkúppal. És itt van az iparvágány, ami bevezet ide területre. És látjátok, itt van az iparvágány kapuja. Hát eddig lehet jönni, és itt van bent a terület. És hát nyilván akkor eddig volt kiszolgálás. És igen, azt hangsúlyozni kell, hogy nem azért szűnt meg, mert a gyár ezért nem rendelte meg többé. Még szerették volna továbbra is, hogyha van, csak ugye a pálya állapot miatt már mondta azt, hogy nem vállalja többé. És önköltségen meg ugye eddig kellett volna akkor a pályát felújítani, ami gyakorlatilag teljes átépítés jelent, legalábbis sinek tekintetében, mert kapcsolószerek olyanok voltak, amiket már nem lehet beépíteni, újonnan meg magyar nincs is. És látjátok, én van az ötös lassújjel, és még egy jelző, ez pedig AF, tehát szerintem fedező jelző. És eddig vannak meg a sinek, mint látjátok innen, már föl vannak szedve. Hát innen mehetünk ugyan tovább a töltésen, de már nincsenek sinek, és már egész szépen növi be a növényzet. Ezt nézzétek, hát itt már azért egyre nagyobb a dzsumbúj. Viszont van itt mellette földút, úgyhogy szerintem most ki fogok menni. És bizony itt van az üzem, még mindig mellettünk. Hát gyerünk erre tovább. Na és közben elhagytuk az üzemet, és itt a vágányok hűlt helyén sétálok tovább. Errefele van Kabolka puszta. Szerintem egy olyan max. 1 kilométer, de lehet, hogy már annyi se. És látjátok, itt van egy szelvénykő, 398-as. Tehát ez mutatja, hogy jó helyen járok. És itt egész jó most a telep. Hát, hogyha Kabókáig nem lesz rosszabb, akkor ez sima ügy lesz. Na, azt nézzétek, egész jó itt a telep. Itt pedig már azért komplett fák kinőttek az űrszelvénybe. Ez egy kori vágány tengelybe, már szépen megnőtt, tehát volt legalább 20 éve. Hát még itt látszik a legjobban, hogy
Az ágyazatköveket nem szedték föl, csak a sineket meg a talfákat. Ugye, ahogy itt is látszik, megvannak még. Csak arra jó, hogy kényelmetlenebb legyen itt most sétálni. De egyébként maga a telefasz viszont itt már azért járható. Szerintétek, itt van még egy átevesz. Egyébként volt egy szerbénykő is, csak nem lehetett leolvasni, hogy hanyos. És itt is az ágyazat itt fel van idáig túrva. Jó kérdés, hogy ez miért. És hát errefele van tovább a vonal. Errefele pedig, ahonnan jöttünk. Itt van a 406-os szelvény. És hát egyenesen tovább. Ezt nézzétek, innen jöttem, deáig, és már Kabókapuszta közelében. Az útátjáró után már ott van Kabókapuszta. És megvan még az őrház, úgyhogy azt majd el fogom nézni közelebbről. Nem tudom, hogy lakott-e vagy sem. És látjátok, itt volt az egykori megállóhely. A pad az még félig megvan. Itt van, még a távírópózra is megvan, és a telefon is be van vezetve. De úgy látom, a villany nem. Ja, de, ott. Hát nem tudom, hogy laknak-e vagy sem. Ez ki van írva, hogy halapós kutya és magánlakás. Megvan műhold antenna is. De nem úgy néz ki, mint ha lakott lenne. Mégis is arrafele ment tovább, Mezőhídvég fele a vasútvonal. A buszmegálló pedig ott van szemben, ami, sőt, nem, szerintem az lesz az, amivel nekem majd menni kell. Körülbelül egy fél óra múlva. De hát látjátok, itt van is. És bizony, még a régi málszemetes is megvan. Ezt nézzétek, nem semmi. Király. Hát ahogy elnézem, az így sem volt rossz helyen a megálló, hogy egyébként, mert ez itt már a falu. Kabókapuszta, itt vannak a szélső házai, tehát nem volt ez rossz helyen. Akkor is nem azért szüntették meg, mert rossz helyen volt a megálló. Hát errefele meg lehetne tovább menni Mezőhídvég fele, de most arra nincs idő. Viszont ha legközelebb folytatva a vonal bejárását, akkor itt leszállva a buszról, rögtön tudom innen errefele menni. Szerintem ez régebben egy vonatjelentő hely volt, illetve szerintem sorompóőr is lakott itt, mert úgy emlékszem régebben, hogy volt itt egy fénysorompó, amikor még üzemelt a 49-es. És még ott van a pályatelefon helye is, legalábbis a jelzés, hogy tehát vonatjelentő hely lehetett itt. És akkor innen Kabókapusztán már véget ért ez a 49-es vonalbejárás. Sikerült Lepsénytől Kabókapusztáig bejárni a vonalat. És itt leülve a padon, akár mintha csak a vonatot várnám, akkor itt el is köszönök tőletek. Hát sajnos most nem vaskerekűvel, hanem gumikerekűvel fogok Lepsényig menni. Ott onnan a szemben lévő buszmegállóból. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok! És lássátok feleim, ott van 14:48-kor fog jönni a busz.